Jó napot kívánok, ez a Kanizsa Café. Tegnap elkezdtünk egy szerintem nagyon érdekes beszélgetést, és ezt folytatjuk ma Sós Viktor Attilával, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagjával, történésszel. A NEB működéséről, és hát ennek megfelelően a kommunista diktatúra 44-45 és 90 közötti időszakával foglalkozunk. Tegnap, a tegnapi műsorban eljutottunk addig, hogy mik a módszerek, és egyáltalán mi az, amit kutat és feltár a Nemzeti Emlékezet Bizottsága. Talán logikus lehet a kérdés, hogy az a tudás, ami összegyűlik különféle projektekben és hosszú távú kutatásokban, az hogyan hasznosul? Úgy is kérdezhetném, és nem kötözködni akarok, csak talán így egyszerűbb a kérdés, hogy mi hasznom nekem ebből, abból? Ennek több rétege, több eleme van. Én azt gondolom, hogy az egyik, és talán a legfontosabb, hogy akár rendhagyó történelem órákon, Szovjetunióban hurcoltak emlékéve kapcsán, 1956-os forradalom 60. évfordulója kapcsán, nagyon sok lehetőségünk volt arra, történelem oktatók szakmai egyesületével együttműködve, hogy középiskolákban rendhagyó történelem órákat tartsunk. A mai fiatalok számára egy 45 perc Szovjetunióban hurcolt, akár gupfi, akár gulág táborokba vitt hadifoglyok, Málenki robotra elhurcoltak, internáltak, vagy elítélteket nézzük, teljesen idegen és érthetetlen történet, de ugyanúgy az 56-os forradalom is. Ezek az ember számára mindig adnak egy nagyon jó, legalábbis számomra nagyon jó élményt, megerősítést, hogy ezt érdemes folytatni. Egy apró példa, 13. kerületben Budapesten volt egy rendhagyó történelmi óra egy szakközépiskolában, ahova én megérkeztem, és az aulában 120 lány volt, kis tetoválások, piercingek, körömlakkok, rúzsok, hajfestékek és egyebek társaságában. Ma így néz ki egyébként egy középiskola. Abszolút, tehát ez egy valós kép, csak lányok voltak, egy-két fiú volt mutatóban, akik ruhatervezéssel és egyéb ilyen szakfeladatokkal tanulnak és foglalkoznak. 45 perc volt. Látszott rajtuk, hogy őket ez aztán nem nagyon fogja lekötni. Egyetlen nem is értették, hogy mit keresnek ők ott, én itt, stb. És a rendhagyó történelem órának a keretében volt filmvetítés is, oral history is, elmondva, amit fontosnak gondoltam. 45 perc pisszenés nélküli, mozdulat nélkül telt el, és odafigyeltek, érdekelte őket. Nem gondolom azt, hogy 8 órában minden nap, a 7-5 napján ezt meg lehetne csinálni, és hogy a történelem mennyire izgalmas, és lekötni őket, de vannak bizonyos témák, vannak bizonyos történelmi korszakok, amelyek a mai oktatási rendszerben kevesebb figyelmet kapnak, vagy nincs akkora lehetőség ezekről beszélni. Szerintem ilyen a kommunista diktatúra időszaka, amit nem lehet megspórolni. Ugyanígy, hogyha elmegyünk egy tudományos konferenciára, és ott 20-30 szakavatott történész, vagy kevésbé történész, de érdeklődő van, akkor attól már nagyon boldogok vagyunk. Ez is egyfajta út és módszer, de sokkal fontosabb talán azok a kiállítás megnyitók, pódiumbeszélgetések, akár a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapjához kapcsolódóan, akár más alkalmakkor, amikor egy-egy korszakot, a diktatúrát megélő, kitelepített, internált, bebörtönzött személlyel beszélgetünk, aki elmondja azt, hogy ő hogyan élte ezt meg. Ezek fontos, hogy beépüljenek a nemzeti történelem tudatba. A kiadványainknál, a honlapnál azt igyekszünk megtalálni, hogy tudományos szakmai igényességgel, amikor azt egy olyan kiadvány vagy egy olyan anyag van, azt kívánja meg, akkor nyilván azzal a szakmai apparátussal ellátva, amit azt megkíván a szakma, de sokszor ezen túl lépve olyan ismeretterjesztő módon igyekszünk írni, beszélni, hogy akik nyitottak, akik érdeklődnek, azok számára ez érthető legyen. Hiszen nem gondolom azt, hogy egy nagyon tudományos szintre levitt, vagy azon a szinten megírt ismeretanyag az, amire szükség van. Ugyanakkor azok a visszajelzések, azok a tapasztalatok, amiket megélünk, megtapasztalunk nap, mint nap, azt mutatják, hogy
ennek a korszaknak a kibeszélésére, annak a kimondására, hogy milyen traumák érték, akár 45-ben a megszálló szovjet csapatok által azokat a fiatal hölgyeket, leányokat, asszonyokat, akik mondjuk erőszakot követtek el, vagy ahogy elvették a tulajdont, ahogy bekényszerítettek embereket a TSZ-be, ezeknek a traumáknak a kibeszélése, ez mind a mai napig, ha nem történik meg, akkor ezt emberek hordozzák, és nem csak bennük, hanem a családtagjaikban, az utána jövő generációiban is ez benne van, és erről beszélni kell azokban a formákban és keretekben, amire alkalmat tudunk teremteni. Tehát nem tehetjük azt meg, hogy azt mondjuk, hogy vége van ennek a diktatúrának, és lehúzzuk a rolót, és ezt elfelejtjük, mert ezt nem lehet elfelejteni, ezt ki kell adni, ki kell beszélni, és ez azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos. Mi a tapasztalat, önök rendszeresen találkoznak, ahogyan említette, fiatalokkal rendhagyó történelemórák kapcsán, és hát nyilván más helyzetekben, formákban is. A szülők, nagyszülők fontosnak tartják, hogy elmondják gyerekeiknek, leginkább unokáiknak, hogy ők mit éltek át. Tehát magyarul a mai tizenéves korosztály valami fajta személyes, családi ismeretanyaggal rendelkezik erről a korszakról, vagy amikor ön oda megy a piercinges és kevésbé érdeklődő fiatalok elé, akkor gyakorlatilag a nulláról kell elkezdeni, hogy miről beszélünk. Sajnos én azt gondolom, hogy sok szempontból a nulláról. Ennek részben van egy fajta félelemmechanizmusa, hogy különösen a nagyszülői generáció az, aki nagyon-nagyon félve és nehezen beszél arról, hogy az 50-es években mi történt velük. A szülői generációnál én inkább azt érzékelem, hogy számukra egyfajta lehetőséget, egyfajta könnyebbséget jelentett a 70-es, 80-as évek, akár autóhoz jutás, lakáshoz jutás, és ők magát a diktatúrát mélységeiben nem tapasztalták, nem élték meg. Hát akiben... ugye az már az a gulyás kommunizmus időszaka. Igen, de azért ne felejtsük el, hogy 89-90-ig azért a pártállami diktatúra állambiztonsági szervei működtek és megfigyeltek, és aki a társadalom számára problémás és veszélyes volt, azt nyomon követték. Tehát azért ezt mindig azt mondjuk, hogy a 70-es, 80-es évek igen, már lehetett egy picit szabadabban élni, voltak engedmények, de azért a pártállam az a rendszerváltásig, 89-90 fordulójáig keményen működött, és a maga keretei között engedett meg valamit a húz meg, erezd meg elvének mentén, és nagyon sok akár kulturális művészeti térre, hogyha tekintünk, sok művészt nem engedtek működni, vagy csak bizonyos keretek között. Tehát azért ezt mindenképpen fontos ismerni, és olyan értelemben nagyon nehezen beszélnek erről az időszakról, mert azt mondják, hogy túl vagyunk már rajta, nem kell ezt bolygatni, ugyanakkor nem tehetjük meg azt, hogy a fiatalokkal nem ismertetjük meg, hogy a szülők és a nagyszülők mi mentek keresztül, mit éltek át. Hogy milyen lehetett a hangulat, és erre szerintem nem is muszáj elmennünk ebbe az irányba, csak egy példa, hogy 90-ben nem zárult le az a korszak. Volt olyan 4 éve a rendszerváltás utáni magyar történelemnek, amikor diktafonnal jegyzett füzettel 90 után jártak emberek templomokba nem imádkozni. De tegyünk 3 pontot, de ha akar, akkor reagáljon erre is. Azt gondolom, hogy erről mindenképpen fontos beszélni, hiszen voltak a diktatúrának olyan területei, olyan csoportjai, az egyházak, azok, akik vallásosak voltak, templomba jártak, a kultúra, a művészet területén, a sport területén, akik célcsoport voltak, akiket mindvégig nyomon kellett követni, hiszen ezek a közösségek, ezek egyfajta értéket teremtettek, egy találkozási lehetőséget biztosítottak, és a pártállam ezt nyomon követte, üldözte, felügyelte. A egyházakkal szembeni fellépés ellenőrzésnek különösen izgalmas területe az, hogy azok, akik 89-90-ig felügyelték mondjuk a megyei tanácsrendszerben az egyházak működését, mint egyházügyi megbízottak, nagyon sok esetben 90
1990-ben egészen az első választásokig, tehát 90 májusáig, ugye az Állami Egyházügyi Hivatal, amely az egyházakat felügyelte, 89. június 30-án jogutód nélkül megszűnt. A megyei tanácsrendszerben voltak egyházügyi megbízottak, akik az Állami Egyházügyi Hivatalhoz tartoztak. Na most ők 89. június 30-án nem tették le a tollat és a ceruzát, hanem 90 májusáig a megyei tanácselnök tanácsadójaként, egyfajta elnöki tanácsadóként, referensként, ugyanúgy nyomon követték az egyházak tevékenységét. Akkor, amikor már itt arról beszéltünk, hogy rendszerváltás lesz, és sok minden megváltozik. Tehát ezért az intézmények, a struktúrák, a működésmechanizmus az sokszor túlnyúlt 90 után, és azok az emberek, akik az állambiztonság, a párt, a tanácsrendszerben vezető funkciót töltöttek be annak köszönhetően, hogy a párthoz kötöttek és élvezték a párt szeretetét és gondoskodását, ők 90 után is sokszor tovább éltek és tovább működtek. Itt ebben a műsorban is, a kaféban ült már velem szemben olyan, aki részt vett az 56-os eseményekben, vagy Kanizsán, két hete olyan, aki Sopronban és utána egészen Kanadáig kellett menekülnie, de 58-ban hazajött, vállalva mindenfajta veszélyt. Nem is erről akarok mesélni, csak ez egy kitérő volt. Egyikük mondta, hogy itt ugye Kanizsán is dördültek lövések 1956-ban, egy sarokkal tőlünk, abból a házból lőttek arra, ahol most a Megyeszai Ház a Kulturális Központ áll, mert arról jött a tömeg, és azt mondják és azt mesélik, hogy az, aki lőtt, pedig pontosan tudják, hogy ki lőtt, tulajdonképpen vígan élt nagyon-nagyon hosszú időn keresztül, még a rendszerváltás után is, és a haja szála sem görbült. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága munkájának eredményeként lehet-e majd őt néven nevezni? Megtudhatjuk-e, hogy valóban mit csinált, és talán ami fontos, hogy hogyan és miért úszhatta meg még 90 után is a számonkérést. És úgy ugye evezünk egy kicsit erre a területre is, mert hogy a számonkérés nagyon sokak szerint elmaradt. A rendszer működtetői, üzemeltetői, birtokosai gyakorlatilag megúszták a rendszerváltást. Talán ez volt az ára, hogy 89-90-ben nem dördültek itt lövések. Mindenképpen kétfelé érdemes választani a 89-el és az azt megelőző időszakkal való szembenézést és felelősségre vonást. Láthatjuk azt, valóban volt egyfajta ára megegyezés abban talán 89-ben, hogy egyfajta békés átmenet legyen, és akár a biszkuper, akár más eljárások azt mutatják, hogy a jogszolgáltatás az nem mindig partner abban, hogy valakit, aki még él, felelősségre lehessen vonni. És ezek az ügyek, ezek a 90 utáni eljárások, ezek azt mutatják, hogy hiába vannak egyértelmű bizonyítékok, hogyha egy szakértőt valaki felvonultat, vagy mutat egy dokumentumot, akkor ez nagyon a bírónak az értelmezésén múlik, hogy valakiről ki lehet-e mondani azt, hogy ő felelős, akár egy sortüzér, ami egyértelmű, hogy eldördült, hogy most ott kiadta ki a parancsot, és hogy ő azt felülről milyen útmutatás alapján kapta vagy sem, ez mindig egy nagyon kényes és problémás. Ez az egyik része, de én sokkal fontosabbnak érzem azt, hogy egyfajta erkölcsi elégtételt tudjunk adni azoknak, akik megszenvedték ezt a diktatúrát, és kötelességünk egyfajta a jogtól független felelősség kimondás annak, hogy ezt a cselekményt ez és ez az illető követte el. Lehet, hogy ennek nincsen már jogi következménye, mert nem él, vagy ha él, nem lehet bíróság elé állítani, mert tudjuk, hogy hogyan működnek ezek az eljárások, de akkor is legyen egyfajta bemutatása annak, hogy kik azok, akik elkövették, akik felelőssé tehetők. Ezért indítottuk el azt, hogy kik voltak a legmagasabb szinten a párt vezetői, és az ő életútjukat bemutatni, akár a Magyar Dolgozók Pártja, akár a Magyar Szocialista Munkáspárt központi vezetőségének, központi bizottságának, politikai bizottságának, titkárságának a tagjai 45, 48 és 89 között, de nem csak a párt legfelsőbb vezetői, hanem a megyei járási
városi, települési, falusi szinten a párt és a tanácsnak kik voltak a vezetői. Hiszen ők voltak sokszor élethalál urai, ők hoztak bizonyos döntéseket, ők mondták ki azt, hogyha valaki részt vett az 56-os forradalomban, azt követően nem kaphatott munkát. Nyilvánvalóan nem az, azt gondolom a cél, hogy most ezeket az embereket börtönbe küldjük, vannak esetek, amikor szerintem ez is járna, de az fontos, hogy tudjuk azt, hogy ki mit követett el. Ki kapott 56 után munkásparaszt hatalomért kitüntetést az 56-os forradalomnak köszönhetően. Kik azok, akik a 45-ös úgymond idézőjelbe tett felszabadulás után 25-30 évvel felszabadulási emlékérmet kaptak. Ezek nem szakmai alapon dőltek el. Van a kiváló dolgozó, vagy a valaki olyan tudományos elismerést kapott, ami tényleg szakmai alapokon nyugodott. Ezt azt gondolom, hogy nem nagyon érdemes bolygatni, bár azért nyilván azt is felteszi az ember, hogy azért aki Kossuth díjat kapott, azért annak nyilván volt egyfajta politikai szála is. Nem minden színész csak azért a tevékenységért kapta a Kossuth díját, amit a színpadon alakított. Sokszor voltak ennek egyéb más hátsó kötődései is. De fontos arról beszélni, és fontos azt kimondani, hogy a pártállammal való kapcsolat, a pártállamhoz való kötődés nélkül egy bizonyos magasság fölé nem lehetett jutni. Tehát biztos vannak kiváló szakemberek, akik egy-egy üzemet, egy-egy gyárat eligazgattak, elvezettek, de ez mindig is politikai kapcsolatokon, politikai kötődéseken múlt. Ezt fontos bemutatni. Nem egyfajta ítéletet mondunk, hogy mi most akkor valakiről kimondjuk, hogy ő bűnös volt, de azért az mégsem járja, hogy tud az ember olyan példákat, hogy valaki a 70-es, 80-as években a megyei tanácsrendszerben vezető funkciót töltött be, akár mondjuk az oktatási vagy a művelődési osztálynak a vezetője volt, majd aztán 90 után iskolaigazgató lehetett, vagy művelődési ház, vagy könyvtárvezető, és akkor ő semmi rosszat nem tett a 70-es, 80-as években, csak a rendszer keretei között működött, és aztán a 90-es vagy a 2000-es években díszpolgári címet meg, nem tudom én milyen kitüntetéseket kap. Tehát, ha ő tényleg szakmai munkát végzett, akkor rendben van, de tegyük mellé azt, hogy ennek milyen politikai kötődése is volt. Hosszan sorolhatnánk itt akár Zala megyében is azt a listát, azt a prototípust, amit most leír, de ebbe nem menjünk bele majd, hogyha odaír a Nemzeti Emlékezet Bizottság, akkor majd kikeressük a neveket. Oda fog érni, pont Zala megye egy jó példa, vannak úgynevezett archontológia kutatások, amikor tisztségviselők életútját, pozícióját gyűjtjük össze, hogy kik töltötték be az adott vezető pozíciót, és pont Zala megyei levéltárral, nemzeti levéltár Zala megyei levéltárával van egy előre haladott munkánk, kutatásunk, különösen Káli Csabának volt, ez már hosszú évek óta feladata és szívügye, és gyűjtötte a Zala megye területén tisztségeket betöltőknek az életútját, jelent is meg Zala megye történeti archontológiája 14. századtól a 2000-es évekig, ott csak a tisztség és a név szerepel. Mi ennél egy kicsit mélyebbre ásunk, a teljes életutakat igyekszünk bemutatni, hiszen enélkül nem lehet érteni, feldolgozni azt, hogy kik milyen döntéseket hoztak. Úgyhogy bízunk benne, hogy előbb-utóbb el fogunk ide is jutni, hogy egy-egy megye, egy-egy megyén belüli településeknél kik voltak azok, akik vezető pozíciót töltöttek be. Ha most valaki odahaza fölcsattan, hogy ugyan már miért fontos ez, hát 90-ben lezárult, most meg 2017 van, miért ne kaphatna Pro-Urbét, meg akármit ez az ember, akkor nyilván találkozik ezekkel a véleményekkel, hangokkal, akkor erre hogyan lehet higgadt és olyan érvelést választ adni, ami talán meggyőzi azt, aki mondjuk így vélekedik erről a történetről. Függetlenül egyébként, hogy nem független, mindegy, de azt akartam mondani, hogy függetlenül, hogy milyen a politikai beállítottsága annak az embernek, aki mondjuk ilyen véleményt fogalmaz meg. Nagyon nehéz bármilyen diktatúrák időszaka után
akár emléktáblák, szobrok, utcaelnevezések kérdésében sokszor konszenzusra jutni, nem is feltétlenül biztos, hogy mindig kell. De az azért nonsens, hogyha most 2017-ben valaki egy idézőjelbe teszem, és előre is elnézést kérek, horti fasiszta csendőrről szeretne egy utcát elnevezni, akkor látjuk magunk előtt a felvonuló tüntető tömeget, és amikor valaki a pártállami diktatúrának működtetőjeként, előnyt élvező hatalom birtokosaként róla mondjuk utcát neveznének, vagy nem a, megvan az utca név, és csak valaki ezt át szeretné nevezni, egy olyan emberre, egy olyan történelmi személyiségre, akiben konszenzus van, akkor rögtön jönnek azok, hogy hogyan és miként gondolják ezt. Nyilvánvalóan vannak vitás kérdések, és le is kell folytatni ezeket a vitákat, ezeket nem spórolhatjuk meg, hogy kinek jó vagy nem jó emléktáblát, szobrot elíteni. De az, hogyha valaki elszenved egy önkényuralmat, egy diktatúrát, akkor azért az legyen már egyértelmű és tiszta, hogy mondjuk ki, hogy ő ennek az áldozata volt, akár az életét adta, börtönbüntetést szenvedett, internálást szenvedett, a családja emiatt esetleg éhezett, mert később nem kapott munkát, vagy ő ennek haszonélvezője volt, és köszöni szépen, jól van. Nem kell más csinálni, tehát nem gondolom azt, hogy visszamenőleg vagyonokat el lehet venni, hanem csak tudjuk azt, és mondjuk ki, hogy ki mit tett. És akkor ebben azt gondolom, hogy meg lehet állapodni. Nyilván nagyon sokan azt gondolják, hogy ennek nincs értelme, ezt le kell zárni, el kell felejteni. Én azt gondolom, hogy azt is tudnunk kell, hogy kik voltak azok, akik mondjuk az 1848-at követő időszakban a császári udvarnál feljelentették azokat, akik nem a Habsburgokkal való együttműködésnek voltak a hívei, hanem a független önálló magyar állam és királyság létrejöttében tevékenykedtek. Sőt, tovább megyek. Azt is tudnunk kell, hogy kik voltak azok a 14-15-16. Században, akik a török szultán vagy a török helyi közigazgatásnak jelentettek föl, vagy nyilvánvalóan itt már nagyon szűkek azok a történelmi dokumentumok, amikről beszélünk, de az azért mindig fontos, hogy egy nemzet, egy ország polgárai, azok egymást adják-e föl, és mondanak róla negatívumot, és ezzel valakit esetleg nehezebb, rosszabb helyzetbe kerülnek. Nem kell más tennünk, mindezt feltárnunk és bemutatnunk, és ebből a megfelelő következtetéseket levonnunk. Innen folytatjuk a következő adásban. Köszönöm szépen. Önöknek a figyelmet, találkozunk holnap is. Viszontlátásra. A műsor dekorációját a bíborvirág készítette.